Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, Pásztor István a VMS elnöke és Guba Sándor a magyarországi KITE ZRT elnöke adták át rendeltetésének a KITE szerbiai leányvállalatának új topolyai logisztikai központját. A John Deere, a GCB és egyéb gépek kizárólagos forgalmazója és szervizelője a KITE, agronómiai kereskedelmi tevékenységgel is foglalkozik. A Prosperitáti Alapítvány támogatásával hozták létre a topolyai logisztikai központot, amelynek köszönve a Bácska és Bánát középső és északi részén gazdálkodó partnereket látja majd el minőségi szolgáltatásokkal. Három lépésben fejlesztjük a telepet, az első lépcsőn vagyunk túl, és a harmadik lépcső végére 6200 négyzetméter beépített területet szeretnénk létrehozni. A most átadásra kerülő épület 400 négyzetméter irodát, 100 négyzetméter raktárat és 850 négyzetméter géptároló teret foglal magában. Az utóbbiból mielőbb szeretnénk vámszabad területet létrehozni. Továbbá megvalósult egy kétállásos szervizműhely és egy mosó a szervizel tevékenység előtti munkához. Pásztor István a VMS elnöke beszédében hangsúlyozta, az elmúlt években a Szerbia és Magyarország közötti politikai viszonyok úgy alakultak, hogy megteremtődött a feltétele annak, hogy a gazdaság szereplői egy térségben gondolkodva megpróbáljanak érvényesülni. A KITE fejlesztése, ahogy a Bálint mondta, középkategóriájú fejlesztéseknek a része, de kisugárzása szempontjából, a következmények szempontjából, a hatás szempontjából ez egy nagy beruházás. Ugyanis új technológiát hoz ide, új tudást hoz ide, ami azt gondolom, hogy fontos ahhoz, hogy a vajdasági mezőgazdaság sikeres és hatékony legyen. Amit a Jóistentől elvárhattunk, azt megkaptuk. Adottságaink azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jók. Nekem az a szilárd meggyőződésem, hogy az emberek is szorgalmasak, értenek a szakmához, benne van a vérükben a mezőgazdaságnak a csínya-vínya, amire még szükség van, az a technológia, az a tudás, az az eszköztár, ami itt önök által biztosításra kerül. A topolyai befektetés Szerbia kormánya, Magyarország kormánya, a Vajdasági Magyar Szövetség és a KITE erőfeszítései nyomán jött létre, mutatott rá Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter. A Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program közepes méretű beruházásokat támogató pályázatain nyert a KITE, 165 másik vállalattal együtt. Ez a 166 magyar kormány által a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program keretében végrehajtott beruházás összesen 600 új munkahelyet hoz létre a Vajdaságban, és összesen 12,2 milliárd forintnyi új beruházást hozott létre. Ezek a beruházások hozzájárulnak a magyar és a szerb gazdaság fejlődéséhez is. A jövőben a magyar gazdaság növekedésének egyik legfőbb összetevője az lesz, hogy a kifektetési stratégia keretében a magyar vállalatok külföldi befektetéseiből fakadóan a magyar gazdaság újabb növekedési forrásokhoz fog jutni. Ezért is támogatja a magyar kormány a magyar vállalatok külföldi befektetéseit. A magyar kormány elfogadott egy stratégiát erről, amelynek első lépcsőjében 10 milliárd forintos támogatási keretet állítottunk fel a Szerbiában beruházásokat végrehajtó magyar vállalatok számára, tette hozzá Szijjártó Péter.